Hát szervasztok, üdv mindenkinek! Napra pontosan egy éve, hogy utoljára itt jártunk a Rászámási szigeten. Most újra eljünk és megnézzük, mi a helyzet tavasszal. A tavaszi Rászámási szigetet járjuk egy kicsit be, annak is inkább főleg a déli részét, ahol csak idáig egyszer voltunk, akkor is tél volt ugye. Hát megnézzük, milyen tavasszal. Tartsatok ma is velünk, minden máson, majd útközben fogunk beszélni. Menjünk! Nyissa már fel kell ezt a salompót! Amikor belépünk a Rászámási szigetre, akkor ez a kis tábla fogad minket. Onnan a sziget térképét olvashatjuk le. És ugye látható, hogy itt van a kis hit, és mi itt vagyunk most pont. Ugye el lehet menni erre a sziget északi része felé, és valamint erre a jóval nagyobb déli része felé. Hát erre fogunk mi most lejönni, ugye? Voltunk másfél éve a sziget legdéli pontján, hát most oda nem ígérem, hogy elmegyünk, mert nagyon magas a Duna vízállása. A benyúló dunai holtágaktól valószínűleg nem tudunk elmenni a legdéli pontra. És hát nagyon népszerű a sziget, mert nagyon sokan jönnek és vannak itt. Ugye arra megyünk az északi részre. És arra pedig a déli részre, hát akkor menjünk el arra. Gyerünk! Hát és akkor haladunk a Rászámási szigetnek a déli részén. Haladunk dél felé. Nagyon szép zöld a sziget, nagyon szép ligetes erdőkön megyünk keresztül. Nagyon szépek, nagyon jó a levegő. És főleg madár hangokat hallani, hála jó Istennek. És hát azért kapcsoltam be itt a kamerát, hogy megmutassam, hogy itt lecserélték a jelzéseket. Ilyen piros körtúra jelzéssé. Ugye itt régen a piros sáv vezetett, viszont valaki nagyon okosan lecserélte ezt ilyen körtúra jelzésre, valakik, hiszen itt gyakorlatilag egy kört megyünk. Ez a jelzett út egy kört ír le a déli és az északi részen a szigetnek. Így hát akár merre is indulunk, egy kört tudunk menni. Tehát ugye én a blogomban jeleztem annak idején, mikor írtam a Rászámási szigetről, ugye, hogy még a piros sávjelzés vezetett erre. Aztán én láttam, hogy az online turista térképen ott már ilyen körjelzésnek jelzi a térkép. Csak akkor ugye még a saját szememben nem láttam, hogy ez valóban így van-e, hát így van valóban. Szóval a piros körtúrajelzés vezet végig a szigeten körbe. Aki erre jár, az nyugodtan induljon el rajta bármelyik irányba, mert nem fog eltévedni. Hát nagyon szép a sziget, tavasszal is. Ugye mi ezen a részen télen voltunk 2015-ben, 2015 decemberében. Akkor se volt csúnya, de hát most nagyon-nagyon szép ahhoz képest. Mégiscsak tavasz van. Hát megyünk tovább. Nagyon magas a Duna vízállása, így nem tudom, hogy a holtágakhoz mennyire tudunk lemenni, de majd megpróbálunk oda is lemenni. És van valami érdekesség útközben, azt még mutatjuk. Menjünk. Tehát itt vagyunk akkor a piros körtúra jelzésen, a Rászámási sziget nyugati részén. És hát a déli részének a nyugati részén, hogy pontos legyek. És akkor itt van ez a bizonyos síremlék, ahol ugye annak idején is jártunk. És látható, hogy az van ráírva, hogy Tölgyesi László erdész emlékére. Hát én próbáltam kutakodni az interneten, hogy ki volt az illető, hát sajnos nem nagyon találtam róla információt. Így aki esetleg tud róla valamit, azt megírhatja nekem. És hogy valóban ez sír van itt, vagy csak egy ilyen emlék, azt nem tudom, de valószínű, hogy ez nem sír, hanem csak egy ilyen emléktábla. Hát lehet, hogy az itteni erdész volt, nem tudom. Mondom, nem találtam róla információt sajnos. Ugye itt megy el a jelzett út, a piros körtúra jelzés, és akkor azt még nem mondtam el, hogy a szigetről, hogy maga a sziget az körülbelül olyan 4-4,5 km hosszú észak-déli irányba, kelet-nyugat irányba pedig a legnagyobb szélessége 1,2 km. Az pont ott a hídnál lehet. És hát ez az út nem megy el egészen a legdéli pontig, ez egy ponton majd visszakanyarodik kelet és észak felé. Így ha aki a sziget déli részére, a legdélibb részére akar elmenni, az bizony, annak bizony le kell térnie a jelzett útról. És ilyen dzsindzsákon kell keresztül vágnia, mert út nem nagyon van már arra. Hát ugye mi annak idején 15 decemberében ezt megcsináltuk. Nem mondom, akkor rekord alacsony volt a vízállás, most viszont magas a vízállás, tehát az nem nagyon fogjuk tudni megcsinálni, de hát remélem, hogy valamelyik oltákba azért lejutunk. Na hát akkor menjünk tovább. Hát ide értünk egy ilyen erdei pihenő
szerűséghez, néhány tuska van itt letéve, úgyhogy talán meg is tudunk ajánlni. Hát szomorú, mert itt is látjuk az embernyomát, íme. Ugye a baromarcú itt járt, úgy látom itt is. Mindenhol ilyen flakonok. Pedig hát itt van a szemetes. Ennyire ide. Tehát csak ideig kéne bedobni. Szóval ez már nincs hozzáfűzni valom, mindegy. És hát ami a lényeg, hogy itt van egy szép rét is. Íme. Nagyon jó a levegő továbbra is. És az a rét itt valamiért el van kerítve, azt nem tudom, hogy mi az oka neki. De így szép. Az erdő szép. Nagyon. És hát ott kint megy a mi utunk. Szóval pihenünk, akkor itt egyet kajálunk, azt folytatjuk az utunkat. Na hát akkor már a déli résznek is a déli részén vagyunk. És hát itt elég magasra nőtek már a csalánok, látható. És most vagyunk azon a ponton, ahol az út nem megy tovább dél felé, hanem kelet és észak felé veszi az irányt. Ott a Gergő mögött ugye van, megy az út majd. Kicsit még amar, aztán megy északnak. Tehát idáig jön dél felé az út, és akkor mondom, innen megy. Fordul vissza, úgymond. Hát és az egyik dunai holtág az itt van valahol. Hát ugye itt reménytelen az átkelés, de megpróbálunk keresni egy olyan helyet, ahol ki tudunk menni a holtághoz, és megnézni. Kicsit elborult az idő, sajnos. De nincs ideg, nagyon kellemes a hőmérséklet. Kimondott túra idő van. És hát az erdő az nagyon-nagyon szép. Most is. Különböző fák vannak, különböző erdőkövünk keresztül. Csak ez egy éppen olyan egy része, ahol a csalán az igencsak utat tört magának. Na menjünk tovább, azt megnézzük mindutat. No hát nem kis nehézségek árán, de ide értünk a dunai holtághoz, amely benyúlik a szigetre. Hát a dolognak a pikantériája az, hogy itt 2015. decemberében itt száraz lábban mentünk át. Most viszont olyan magas a vízállás, hogy nem tudunk kimenni oda és megnézni a kilátást a macskajukra. Mert mindenhol a növények már a vízben vannak bent. És nincs kilátóhelyünk sajnos. Így a macskajukat megint nem fogjuk látni. Hát is csak a vics. Az egy gyönyörű a hely, így is. Ez a szigetre benyúló egyik holták, hát van egy pár. És hát nem volt könnyű ide jutni, mert ide jelzett út már, meg semmilyen út nem vezet. Ezért csak elmondanám, hogy ezek maradnak a nadrágomon. Növények ide tapadnak, hogy utat törtünk magunknak, meg elgülnek is a lábaszárán. Szóval nem egyszerű ide bejönni, de megéri. Főleg mikor alacsony a vízállás, mert akkor tényleg gyönyörű. Most is az, csak most nem látunk ki. Hát nehéz elhinni, hogy itt másfél évvel ezelőtt itt gyalog száraz lábbal átmentünk a túloldalra. No. Hát és ott tudnánk kinézni a macskajukra, mert az azon túl van. A dunai holtágok találkoznak, hát ez most látható, hogy ez nem fog sikerülni sajnos. Úgyhogy megyünk tovább. Ugye ott van a szigetnek a déli része, a legdéli része a túloldalon, hát oda most nem tudunk átmenni, itt legalábbis. Az öböl pedig, ahol benyúlik, nem tudom mennyire nyúlik be. Hát ugye másfél évvel ezelőtt ott is be tudtunk menni. Az öböl végénél most lehet, hogy átnyúlik egészen a sziget, tehát az öböl nem tudom, majd meglátjuk. Na hát mégis találtunk egy kilátást a macskajukra. Csak egy kicsit csöndben próbálok maradni, mert vannak a horgászok. Ugye itt a macskajuk, ott szemben az a második sziget, ahol 15 decemberében túráztunk. Jonna is van videón. Sajnos egy kicsit elborult megint. És itt találkoznak a dunai holtágok, és itt kezdődik a Rácz a másik is Duna. Az ez. Szemben ez az átéri erdő, ott is túráztunk, ugye? És ott pedig a szigetvilág, hát gyönyörű. Na, legalább találtunk itt is egy kilátást. Sajnos az idő meg elborult.
furcsa lények vannak erre, Gergő, igaz? Igen. Nem semmi. Látnivalók vannak itt a szigeten, nem menjünk. Kamaskajuk után folytattuk az utat. A sziget déli részén, de nem a legdélibb részén. És vehettünk egy vadászlesbe. Onnan szép kis kilátásunk van az a környező erdőségre. Ugye itt még lent az utunk. A piros körtúra jelzés, ami régen piros jelzés volt. És arra már veszi észak felé az irányt. Hát erre ilyen dzsungelszerű. És akkor ott a fákon át van az a benyúló öböl, ahol előbb voltunk. Csak onnan jöttünk, ott látszik a jelzés is. Azt kell mondjam, hogy kitűnően fel vannak festve a jelek itt a Rácsálmási szigeten, tehát akár Budaörs, akár Simontornyó városot tanulhatna az itteniektől jelzéseket illetően. Jelzések felfestését illetően. Úgyhogy tényleg szuper, és újra derül ki az idő, hála jó Istennek. Na menjünk tovább itt a vadászlesből. Gergő megkezdi a lefelé ereszkedést. Aztán megyek utána. Remélem, hogy nem zónórepülésben. Tovább araszolunk a Rácsálmási sziget dzsungelében. És hát elértünk egy újabb holtágat. Egy újabb a szigetre benyúló holtágat. Ugye, itt is 2015. decemberében voltunk, és akkor ennek a partján mentünk arra végig a legdélibb pontig. Hát innen a legdélibb pont az kb. 1 kilométerre lehet. Vagy nincs annyi? 6-700 méter? Kb. Fene tudja. De ott van, ennek az öbölnek arra a végén van a sziget legdélibb pontja. Ami most, hogy ilyen magas a vízállás, lehet, hogy egy külön szigetet alkot arra. Hát ezt most nem tudjuk megnézni, hát itt ilyen a dzsingyás, ugye? Nem nagyon járható az út. Itt nem is megyünk tovább. Tiszta dzsungel. Az egész. Hát tényleg ugye jobban járható ez is. Persze a maga szépsége ennek is megvan. Szóval egy újabb dunai holtág, és van még belőlük, úgyhogy nézzük majd újabbakat, ha minden igaz. Megyünk tovább. Vissza a jelzett útra. Ugyanis onnan jöttünk most le. Na hát és akkor a szigetnek egy olyan pontjához értünk, ahol még soha nem jártunk. És itt is van egy benyúló holtág. Ugye arra is megy el. Ez lesz az a holtág, Gergő, amit mondtam. Igen. Arra. És ez innen jön be a Dunáról. Mutatom, talán látszik a nagy Duna. Hát jó messze van. Hoppá, elessek. Akkor bezúgok. Tehát ott van, ott a nagy Duna kint. A távolban. És akkor megint egy ilyen benyúló holtág. Hát ez jellemző erre a szigetre. Főleg itt a déli részén nagyon sok az ilyen benyúló holtág a Dunáról. De hát ez nagyon szép, azt kell, hogy mondjam. Mindegyik nagyon szép és érdekes. Ez a szigetnek a keleti része már. Ugye nagyjából, ha észak-déli irányba nézzük a szigetet, akkor nagyjából most már közepe tájéken lehetünk. És közepe tájékának pedig a keleti oldalán vagyunk. Itt még soha nem voltunk ennél a résznél. És hát itt is magas a vízállás, ugye nem tudok lejjebb menni. Hogy jobban megmutassam. De hát így is szép, azt kell, hogy mondjam. És akkor ez az ág még arra benyúlik. Mi erre emlékeztünk, mikor itt voltunk utoljára, hogy ott mint láttunk volna az út mellett egy ilyen dunai ágat. És valószínű, hogy ez az. Hát majd megpróbáljuk arrébb is megnézni. Megyünk tovább. Szóval érdemes letérni itt a Rácsálmási szigeten erről a jelzett útról. Mert az ilyen helyekre visz minket. Tehát akármelyik út eltévedni nem lehet, mert visszamegyünk ugyanoda, a jelzett útra, ha arról van szó. Viszont ilyen szépségekhez vezetnek az utak. És ez most ide egy jó járható út volt, itt nem volt semmi csalánakadály, meg hasonló. Ide egy jó járható út vezetett le. Na, megyünk tovább. És akkor itt vagyunk ennél a benyúló holtágnál. Ennek a partján vagyunk, hát egy varázslatos kis világ van itt, vízi világ. Sajnos lejjel nem tudunk menni, mert hát nagyon magas a vízállás most tényleg. Na hát varázslatos. Ez ugyanaz az a holtág, amit előbb mutattam. Ugye ez a benyúlik a sziget felé, ez annak az ága.
És hát megmutatom, itt van fönt az út mindjárt, a jelzett út, tehát csupán csak ennyi a letérés, kb. Egy 10-15 méter a jelzett útról. És azért mondom, vannak ilyen leágazások a jelzett útról, érdemes belevágni egy-egy ilyen kalandba, mert varázslatos helyre viszi el az embert az út. Nagyon szép táj. Hangulatos, egy kicsit elborult az idő sajnos, de ez nem tudja elvenni az erdőség meg a vízi világ szépségét itt a szigeten. Tényleg egy földi paradicsom ez a Rácsalmási sziget, azt kell, hogy mondjam. És hát rengeteg olyan hely van, amit nem lehet egyből bejárni a szigeten, ugye? Mert ha csak a jelzett úton megyünk, akkor nagyon sok élményről lemaradunk. Időnként le kell térni a jelzett turista útról. És itt a szigeten ez semmiféle veszélyen nem jár. Úgyhogy bátran mindenkit erre szólítok fel, hogy nyugodtan térjen le, ha arról van szó. Na, menjünk tovább, ha van érdekes, akkor kapcsolunk be. Mindig itt vagyunk ugyanannál az öbölnél, de hát rendkívül szépségű. Nagyon-nagyon szép. Fantasztikus vízi világ. Ugye ez itt van az úttól tényleg egy köpetre. Jelzett úttól, és érdekes, mert mi sem voltunk még itt soha. Szigetnek ezen a részén. És az odát az még mindig a Rácsalmási sziget. Ugye az öböl itt valahol véget ér majd, és akkor át lehet menni ott a túloldali részre is. És akkor még lesz egy benyúló öböl ott a Madárlesnél majd. Valószínűleg azt is megnézzük. Nagyon-nagyon szép hely. Madárdaltól hangos. Nagyon-nagyon klassz. Akkor mutatom. Lényegében ott fönt, ahol a Gergő áll, onnan körülbelül 3 méterre van az út. A jelzett út. Tehát ennyi kis kitérőt igényel ennek a holtágnak a megnézése. Tényleg gyönyörű hely. És akkor a gyönyörű dunai holtág után ide értünk a Madárleshez. Ugye ez itt a választóvonal lényegében. Mutatom a Madárlest. És ugye itt van ez az út. Lényegében ezt tekinthető választóvonalnak, ugye innen balra a sziget déli része, jobbra pedig a sziget északi része van. Még akkor is ez a választó, ha a déli rész jóval nagyobb, mint az északi. Akkor is ezt tekintjük választóvonalnak. Tehát ez kivezet arra a hídhoz, ahonnan kezdtük a túrát. Arra pedig észak felé körbe lehet menni a tanösvényen, folytatva ezt a körtúrát esetleg. És akkor itt a Madárlesnél pedig le lehet menni. Még itt szintén van egy benyúló holtág, és a Betti kőhöz ki lehet menni. Ugye ott már forgattunk korábban videót. Talán láttátok a túra a Rácsalmási sziget északi részén című videómat, abban benne van. És itt a legszélesebb a sziget ezen a ponton, itt 1200 méter széles, ha minden igaz. A sziget nyugattól keletig, vagy kelettől nyugatig, mindegy. És akkor mondom, ez az út a választóvonal, tehát az északi és a déli rész között. Hát onnan jöttünk délről. Tehát ez a kör, amit mentünk, most kisebb kitérőkkel mennyi lehetett, Gergő? 8 kilométer? Volt annyi? Talán 8 kilométer mehetünk. És akkor itt van ez a Madárlesa, meglehetősen rossz állapotban, ugye egy éve voltunk itt utoljára, akkor is már rossz állapotban volt. Ugye a lépcsők hiányosak, és hát az a gáz, hogy hiába Madárles, nem lehet kilesni sehová, mert ott a fák benőtték a kilátást. Ugye ott a fákon túl ott van ismét egy dunai holtág. És akkor itt megy le az út, hát ezen fogunk menni, és akkor ott a Bettikön fogunk kikötni majd. Hát akkor induljunk el erre. És itt vagyunk a Nagy Dunánál, a Bettikőnél. Hát olyan magas a vízállás, hogy itt a szigete is betört a víz néhány helyen. Látszik is. Itt jutunk ki a Bettikőre. És itt van még egy benyúló öböl. Hát ez megint nem tudom, mennyire látszik itt a fáktól. De itt is van egy dunai holtág, ami benyúlik odáig, a madár lesik. És akkor itt már viszont itt van a Nagy Duna. Hát akkor menjünk ki a Bettikőhöz. És akkor itt vagyunk a Bettikőn, amit jól látható, hogy elnyelt a Duna.
Ugye itt ez egy kőzátony, benyúlik vagy 50 méterre a Dunába. De hát mondom, most ilyen magas a vízállás, hogy elnyelte a Duna. És oda át pedig szemben a Csepel-sziget, és látszik innen a Tasi őrfa. Ugye ott voltunk, ami látható a Tasi zsilip, Túra Tasi zsilipe című videónkba. Innen látszik az őrfa, nem tudom, hogy látok-e üzemulni. Azt tudom, hogy jól mutatom-e, mert nem látom. Így. De ott van a Csepel-sziget végét jelző őrfa. Itt már a szél is érezhető. És ugye itt van akkor az a még egy benyúló dunai holtág, amit mondtam az előbb, ami elnyúlik a Madárlesig. Hát ugye egy évvel, amikor itt jártunk, akkor kimentünk oda a Bettikőre, majdnem a végére. Hát most ez lehetetlenség. Tényleg nagyon magas a vízállás most. De hát ennek is még van maga szépsége. És látod, hogy itt olyan magas a vízállás, hogy még a szigeten is megy a víz. Valamennyire. Hát nem menjük azért, hogy árvíz nem lesz belőle. Ugye most volt egy hete, az a nagyon durva idő, április 19-e felé, amikor is szakadt a hó, és az ország több pontján is komoly károk keletkeztek. Hát úgy néztük itt a Rácsalmasziget, az nagyjából azért rendben van. Úgy tűnt, hogy nincsenek károk szerencsére. És hát ilyen itt a táj, szemben a Csepel-sziget erdőségei. Nagyon szép. Valaki itt felejtett egy esernyőt, és a kis sörös dobozát is ott felejtette a baromarc. Ugye az ilyenre nagyon mérges tudok lenni, ugye ismertek már annyira. És hát a sziget pedig ilyen, nagyon szép. Hát akkor kajálunk, aztán már meglátjuk, hogy még jön-e valamerre. Hú, Gergő, ez eltalált! Téged is? Jaha. Jobb lesz, ha innen megyünk, azt a kurva eget, mekkorát esett az ide. Hát akkor elindult a látszomásos szigeti túránk mára. Ugye a déli részre álltuk be főleg. Most már itt vagyunk az almaházban az északi részen. De jellemzően a déli részen túráztunk. Ugye olyan magas volt a Duna vízállása, most a legdélibb ponthoz nem tudtunk elmenni, de nem is ez volt igazán a célunk. Ugye a hídon jöttünk be, a látszomási kis hídon jöttünk be a látszomási szigetre, és akkor egyből dél felé vettük az irányt. Nagyjából követtük a jelzést, ami most már piros körtúra jelzés. Ugye régen piros sáv volt, és ezt az utat követtük, néha letértünk róla a dunai holtágok kedvéért, de hát ezen mentünk körbe. És akkor kimentünk még a Bettikőhöz, ami teljesen elnyelt a Duna. Hát nagyjából ennyi volt a túránk, hát összes talán 10 km-es lehetett, körülbelül úgy csatszolom. Abszolút könnyű volt, hiszen semmiféle emelkedő nem volt benne, végig szinten mentünk. Úgyhogy ez volt a Rászlámási sziget tavasszal, hát én mindenkinek ajánlom, hogy jöjjön el és nézze meg bármelyik éjszakban is, mert tényleg egy földi paradicsom, még akkor is, ha például mindez az almaház néhány pihenője, vagy ilyen létesítménye rossz állapotban van, akkor is ez egy földi paradicsom, nagyon-nagyon szép sziget, főleg mondom a déli része az még nagyjából érintetlen is, úgyhogy gyertek és csináljátok utánunk. Hát következő nagy túráink majd, ha minden jól megy, akkor pár nap múlva menjünk a meccsekbe, visszatérünk. Csepegő által és a Farkasággal fogjuk megnézni, hát remélem ez sikerül. Valamint májusi nagy túránk a prédikáló székre vezet majd a Visegrádi hegységben. Akkor is tartozok velünk. Hát ennyi voltunk mára. Sziasztok!